Szeretettel köszöntöm vendégeinket a színpadon. Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos Szövetségének elnöke, és Kővári Judit, elnökségi tag fog beszélgetni az év fürdőszobája 2020 tervezői pályázat díjazottjaival. Bemutatkozik a szakmai zsűri által legjobbnak talált Pongó Krisztina Magyar Tibor tervezőpáros, a második helyen végzett Kiszeli Beáta, és megismerhetik a közönségdíjas pályamű készítőjét, Mihály Deák Krisztinát is. Átadom a szót akkor Erzsinek. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket. Néhány szóban összefoglalnám, hogy mi is volt ez a pályázat. Az első tematikus fürdőszoba kiállítás kapcsán hirdettük meg a fürdőszoba pályázatot, amely arról szólt, hogy a tervezők szárnyalhatnak, az ő fantáziájukra van bízva, hogy mekkora teret terveznek, milyen stílusban, milyen megoldással, és 52 pályamunka érkezett be, szebbnél szebb pályázatokat láthattunk, a szakmai zsűrinek nagyon nehéz volt a feladata, de a végén azért megegyezésre jutottunk, és így alakult ki a végső eredmény. Én azt szeretném kérni a pályázóktól, nyertesektől, hogy mutatkozzanak be röviden. Hölgyek az elsőbség általában, de most többségben vannak, és nekem nagyobb a szám ezek szerint. Magyar Tibor vagyok, és a Krisztával együtt tervezünk. De azért meg illik fölállni. Nem tudom, hát egy pár szót mondunk magunkról. Eredetileg nem így indultunk, nem ilyen felállással, ketten maradtunk, és így férfinőként egy kicsit talán a jobban átlátjuk ezt a tervezési oldalt, hogy nem csak férfiként, én inkább férfiasat terveznék, szerintem a Kriszta nőként lehet inkább női eset, és így meg talán össze tudjuk gyúrni a magunk is tudását, így egyé, amiből kialakulhat valami jó. Ezen kívül félig orosz származású, én meg magyar, úgyhogy már csak ezért is, hogy nem egy nemzetiség vagyunk, ezért talán egy kicsit szélesebb a látókörünk így együtt. Hát csak csatlakozni tudnék, hogy igen, ez egy nagy segítség a tervezéshez, hogy kétféle pólusú látásmódot tudunk beletenni a tervezésbe, és ami a konkrét munkánkat illeti, ez volt a kiinduló pontja, hogy mind a két pólust meg tudjuk mutatni, tehát úgy teremtsünk összhangot, hogy abba férfias és nőies elemek is megjelenjenek. Illetve ugye a pályázat kiírásnak azon túl, hogy szárnyalhat a fantáziánk, azért voltak feltételei. Innovatívnak kellett lennie, olyannak kellett lennie a tervezésnek, hogy olyan anyagokat használjunk fel, amik nem hagynak ökológiai lábnyomot a természetben. És hát nyilvánvaló ez mindig fejtörést okoz. A térhez úgy nyúltunk hozzá, hogy az nem egy hagyományos fürdőszoba legyen. Tehát mindig úgy állunk hozzá a tervezési munkához, legyen az bármilyen, hogy azon kívül, hogy rászabjuk a megrendelőnk igényére a tervet, ezen kívül, tehát ugye itt a megrendelő a pályázat kiíró volt, tehát úgy tekintettünk rá. És miután fürdőszoba, az általában a fürdőszoba és a vizes helyiségek így mumusok szoktak lenni. Tehát oda berakjuk a úgymond hideg dolgokat, hideg burkolatokat, hideg anyagokból, kőből tervezett mosdókagylókat, és akkor valahogy úgy ez a helyiség, ez ilyen tisztálkodást kielégítő helyiség marad. Viszont tervezés során pont az ellenkező pólust igyekeztünk megmutatni, hogy legyen ez a helyiség egy olyan helyiség, ami élmény, akár egy lakáson belül. Tehát nem mentünk ki a lakás határain kívül, és így sikerült összehoznunk a két pólust, ami
A fürdőszoba gyakorlatilag a tisztálkodáson kívül egy élményt nyújtó helyiségé vált, és akkor ez így elindította a fantáziánkat, hogy akkor legyen egy egyedi tervezési tükör, például azt teljesen saját magunk találtunk, és nagyon reméljük, hogy majd lesz egy olyan munkánk, ahol meg is tudjuk engedni magunknak a kivitelezést, mert a funkcionalitásra is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. Tehát úgy alkottuk meg az államfürdőszobánkat a pályázaton belül, hogy az kivitelezhető legyen. Tehát minden egyes eleme beszerezhető, kivitelezhető. Hát tulajdonképpen röviden, tömören ennyit, és hagynék szót másoknak is. Sziasztok, én Kiszali Beáta vagyok. A Krisztaékkal ellentétben én egyedül tervezek, egyedül csinálom a 3D-s látványokat is. Erre a pályázatra körülbelül 2 napon volt, és próbáltam egy picit olyan fürdőszobát megtervezni, ahol én is szívesen élnék. Álmai fürdőszobája. Elvetettem ezt a szürke minimált, mert én már egy picit ezt unom. Próbáltam egy kicsit ilyen klasszikusabb vonalat követni, és beletenni klasszikus művészeti elemeket, szecessziós formavilágot, meg egy merészebb szint, egy zöldet. Egy kicsit hozzáöltöztem a munkámhoz véletlenszerűen. Itt látható. Köszönöm szépen! Én Mihály Dál Krisztina vagyok, én Erdélyből érkeztem, és csöppentem bele most ebbe a világba. Tulajdonképpen én fotózással kezdtem az életemet már gyerekként, és nemrég körülbelül 2-3 éve kezdtem el tervezéssel foglalkozni. Úgyhogy nekem ez most egy annyira jó ilyen löketet ad most a továbbiakban, és megerősített abban, hogy az út, amit most járok, az egy jó út. És én a tervemben elsősorban az életszerűségre próbáltam meg összpontosítani, hiszen az én tervem az egy meglévő fürdőszoba terv, valós igényekre épült, és ha minden jól megy, akkor az idén vagy jövőre kivitelezhető is lesz. És folyamatosan arra próbálok törekedni ott Erdélyben, ahol ugye nem minden elérhető olyan szinten, mint egy nagyvárosban, hogy akármilyen családnak, legyen az kis család, nagy család, tehetős család, esetleg egy kicsit kevésbé jövedelmes család, hogy legyen olyan fürdőszobája, ami az álmai fürdőszobája. Köszönjük szépen! Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mit gondoltok, miért fontos egy tervező életében az, hogy pályázatokon induljon, amikor mondjuk ennek nincsen közvetlen bevételi forrása nyilván, hiszen nem konkrét megrendelővel dolgoztok. Ugye ez az első kérdés, és a második rész ennek a kérdésnek, amire szeretnénk, hogyha válaszolnátok, hogy mi alapján, mert ugye ha valaki foglalkozik pályázatokkal, akkor szerencsére elég sok pályázati kiírással találkozhat, ami érint benneteket, hogy mi alapján döntötök, hogy egy pályázaton elindultok, vagy sem. Kettőtök közül valamelyikötök. Minket szerintem az ragad meg egy pályázatban, bár sok pályázaton nem indultunk, de tervezni tervezzük. Szerintem az, hogy itt megmutathatja magát az ember, az, hogy mit tud. Mert a napi életben, a napi tervezés során azért ott nagyon sok behatároló tényező van szerintem. Ott is nyilván a legjobbat kell kihozni az adottságokból, de itt aztán tényleg az van, hogy szárnyalhat a fantázia, és esetleg olyan ötletek felmerülnek, olyan dolgok jönnek elő, ami a napi munka kapcsán nem feltétlenül. Tehát itt ez egy kicsit egy kis tervezői szabadságot. Igen, és egy ilyen lapáttal még rá lehet tenni. Nyírbálja meg mindig a kreatív gondolatokat. Hát szerintem ez az egyik, ami nagyon jó benne. A másik talán az, hogy akármennyire, és most nyilván ennek nincs közvetlen bevételi forrása, de azért az egy jó érzés, hogyha az embert látják, tudják, hogy mit csinál, tudják, milyen stílusa van. Ugye sok tervezőnek azért van. Referenciának is, reméljük, hogy jól használható a jövőben.
Csak annyit szólnék ehhez, hogy szerintem ez nagyon fontos a bizalom építése szempontjából, mint a szakmában, mint a megrendelőink körében, mert konkrétan a megrendelőink most azon kívül, hogy gratuláltak nekünk, azért ez erősíti azt a fajta bizalmat, amit ez a munka megkövetel a gyakorlatban. Ez nagyon személyes és nagyon fontos ebbe az alapbizalom, hogy az, amit, mert mi ugye olyan tereket alkotunk, olyan dizájnt hozunk létre, ami a megrendelőjé kell, hogy legyen, ami az ő személyes. És ez, erre ráérezni nagyon-nagyon nehéz, ugyanakkor izgalmas dolog, és ebben ugye bizalomnövelő. Én is ugyanezt tudom elmondani, hogy azért indultam én is ezen a pályázaton, és azért szeretek indulni pályázatokon, mert ad egy tervezői szabadságot, sokkal többet hozzá lehet tenni, mint a hétköznapi életben a szembejövő munkákkal, ahol nagyon sok a kötöttség. Lehet szárnyalni és alkotni, tehát ezért indultam. Nekem ez az igazság, hogy ez a második pályázatom, tulajdonképpen az első önálló pályázatom, és nekem megmondom őszintén, hogy tulajdonképpen nem is maga a díj volt egy óriási nagy élmény, hanem az egész út, amit ezt így bejártunk, és hogy eljöttünk ide Magyarországra, ugye, megtettük ezt a 600 kilométert, és az, ahogyan itt fogadtak, az, amivel itt szembesültünk, úgymond, amit itt kaptunk, nekem igazából ezért éri meg ez a pályázat, és a továbbiakban is, hogyha pályázni fogok, akkor mindenképp azért elsősorban az az élmény, az a kapcsolat, amit itt kaptunk mi is. Ezért nagyon hálásak is vagyunk tulajdonképpen. Köszönjük szépen. Én azt szeretném tőletek kérdezni, amellett, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy most már azt tudom mondani a mai nap után, hogy mindannyian a szövetség tagjai vagytok, és hogy ilyen sikeres tervezőink vannak. És talán érdekességként azt a kérdést tenném fel nektek, hogy mi volt az előző szakmátok, amiből ti erre a tervezői pályára avanzsáltatok? Én teljesen más területről jöttem, én logisztikával foglalkozik, logisztikai menedzserként dolgozom. De gyerekkorban egyébként építész szerettem volna lenni, és még a lakberendezői alapkurzus elvégzésekor arra tisztán emlékszem, hogy egy építész volt a vizsgabizottságnak az elnöke, és ő erre konkrétan rákérdezett, hogy nem akarok-e építész lenni. Hát szerintem már erről lecsúsztam, mert túl öreg vagyok, de ez mindig is bennem volt, és az, hogy a tereket alakítani, szebbé tenni, az már gyerekkorom óta jött velem. Tehát ebből adódott ez az egész dolog nekem annó, hogy ebbe belevágjak és elkezdjek, hogy egy olyan másfajta dolgot is kipróbáljak, illetve csináljak, amiben tényleg szabadság van, kreativitás, ötlet, és magamat is bele tudom tenni. Röviden ennyi. Én ugye a származásomat illetően itt Magyarországon olyan cégeknél dolgoztam, ahol orosz tulajdonosok vannak, nem feltétlenül az orosz piacon. Főleg tolmácsként, illetve nekem marketing managementen közgazdászként végeztem, tehát ehhez kötődően volt a szakmám, és adódott egy olyan szerencsés lehetőség, ahol egy kicsit az építői oldalról sikerült betekintenem a szakmába, és valahogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy láttam, hogy milyen nehéz, mert belülről láttam beruházói, vállalkozói oldalról, de akkor még ugye nem érintett engem közvetlenül. Tehát láttam, hogy nehéz, de ugyanakkor azt is láttam, hogy milyen jó dolog segíteni a megrendelőket ebben a munkában. És hát akkor így jött ötlet, hogy a Junior Art volt az az iskola, amit választottam. Belevágtunk, és akkor onnantól indult gyakorlatilag minden. Én is Erdélyből jöttem, onnan a kolléganőm, kézdivásárhelyű.
Monumentális festészet szakon végeztem az egyetemen. Ez freskó és szekkó festészetet tanultam, és ezeknek a restaurálását. Ez egy olyan szakma, amit itt család mellett elég nehéz művelni, és pont egy ilyen kiállításon voltam, egy hasonlón, és ott jött egy emberső készítés, hogy ezt nagyon szeretném csinálni, és akkor megkerestem a legjobb iskolát, és nagyon boldog vagyok, hogy ott végezhettem, mert nagyszerű tanáraim voltak, az iskola is nagyon jó, és utána is nagyon sok segítséget kaptunk, és végigkövették a munkánkat, úgyhogy köszönöm szépen. És nagyon nagy boldogság, hogy... Bocsánat, muszáj egy kicsit hozzá szólni. Tudom, hogy ez nagyon személyes dolog, mert most a szövetséget képviselem itt, de hogy az iskolának én vagyok az intézmény vezetője, ahol három hallgatónk végzett, és azért néznek mindig rám, hogy köszönjük szépen. Úgyhogy én köszönöm, hogy ilyen hálásak vagytok az intézmények. Még ugye borzasztó hálásak vagyunk azért, hogy a szövetségnek a tagjai vagytok, és hogy hosszú évek óta nagyon jó együttműködésben vagytok a szövetséggel, illetve rengeteg közös projekten részt veszünk. Úgyhogy most szerintem Kriszta. Én, ahogy említettem, én gyerekként belecsöppentem a fotózás világába édesapám által, és fotó és filmművészetet végeztem Kolozsváron, Erdélyben, és tulajdonképpen a párom által, ő ugye építész, csöppentem bele egy kicsit ebbe a tervezés világába, és tulajdonképpen már akkor nagyon-nagyon megszerettem, és rájöttem, hogy ez az egy olyan munka, tulajdonképpen szórakozás, amiben ha éjszakázásról is van szó, másnap nem azt érzem, hogy hú, de fáradt vagyok, hanem azt érzem, hogy feltöltött, mert valamit letettem az asztalra. Úgyhogy tulajdonképpen nekem ez indított el ezen az úton most. Köszönjük szépen. Én most egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amit már egy kicsit megválaszoltatok, és talán a válaszokból kitűnik, hogy ez a szakma, a mi szakmánk, azt szoktuk mondani, egy életstílus. Igazi hivatás, amit csak úgy lehet űzni, hogyha ilyen nappal minden gondolatunk e körül forog. Úgyhogy én szeretném, hogyha egy pár szót mondanátok a szakmai hitvallásotokról, hogy én jól látjuk-e ezt, valóban így van, vagy lehet függetlenni a hétköznapokban ettől a szakmától, hivatástól? Hát én kezdeném, hát nem lehet egyébként, ezt másképpen nem lehet csinálni ezt a szakmát, mert annyira összetett, annyira nem jó kifejezés az, hogy nehéz, mert csatlakoznék a Krisztához, hogy még akkor is, amikor az ember tényleg határidőre, éjjel kettőig ott ül a tervek felett, ugyanúgy a látványtervezés is. A végeredmény nagyon szép, amit ugye megrendelő lát, de mi tudjuk, hogy mennyi munka van mögötte. Akkor is úgy kelsz fel reggel, hogy amikor a megrendelő, legyen az bárki, bármilyen megrendelő, magánszemély vagy közület, vagy teljesen mindegy, amikor egy elismerés számunkra az, hogy örömmel tekint rá, hú, ez ilyet nem is gondoltam volna, és hogy mennyire tükrözi az igényeimet. Ennél nagyobb elismerés nincsen, én úgy gondolom, nekem ez feltöltődést okoz, mint a Krisztának, és ez csak elkötelezetten, csak szívből lehet csinálni. Legalábbis én ezt vallom. Én még annyit egészíteném ki, hogy mi mindig próbálunk egy kicsit másként gondolkodni, mást csinálni, mint ami. Tehát egy kicsit elrugaszkodni az átlagtól, a megszokottaktól. Pontosan azért, mert nem azért, mert most nekünk ez a kicsit a hitvallásunk ugyan, de azért is, hogy ezzel egy kicsit magunkat is fejlesszük, egy kicsit az igényeket is, a megrendelő igényeit is fejlesszük. Tehát megpróbáljuk mindig odafelé elvinni a dolgot, hogy ne az átlagos jöjjön ki a munkából a végén, hisz azt mindenki tudja, azt bárki megveheti a boltban is, hanem inkább olyat találjunk ki akkor közösen, ami előre visz, és valami olyasmi a végeredmény, ami tényleg egyedi lesz és személyre szóló. Nem is tudom, mit mondjak. Igen, szerintem az fontos, hogy az ember olyan munkát csináljon, amit szeret is csinálni,
és én szerencsésnek érzem magam, mert én nagyon szeretem, amit csinálok. Néha, ha nehezebb is, vagy olyan ügyfél van, akivel nagyon, tényleg nagyon macerás, a visszajelzések mindig igazolnak, és a visszatérő ügyfelek, hogy ezt nem kell feladni, és csinálni kell. Az ilyen kiállítások meg egy picit kilépés így a szakmából, és néha ez is kell, hogy azért így a hétköznapokban ne fáradjunk bele. Igen, tehát ez a lényeg, hogy szeressük, amit csinálunk. Nekem ez a tervezés egy kicsit még ilyen újdonság tulajdonképpen, ugye még a 2 éves múltammal, viszont nekem eddig az az érzésem, és továbbra is az az érzésem, hogy ez egy kicsit olyan, mint az utazás, amivel ugye nem én utazok, hanem együtt utazok az ügyféllel, a megrendelővel, és sokszor az a helyzet, hogy ahogy ő tanul tőlem, vagy ahogy ő kap valamit tőlem, amit ő esetleg elvár, vagy még annál is többet, én is nagyon-nagyon sokat tanulok az ügyfelektől, nagyon-nagyon sokat tapasztalok azáltal, hogy úgymond végigmegyünk ezen az úton, hogy ez semmiből létrejön valami, ami aztán neki ugye az otthona lesz, nekem pedig egy olyan munka, amire utána büszkén tudok ránézni, és büszkén tudok rátekinteni, és szerintem ez a legfontosabb bármilyen alkotásban, bármilyen művészeti ágazatban, hogy az ember utána, ha visszanéz, akkor azt tudja mondani, hogy igen, ezt megcsináltuk, ezt létre tudtuk hozni, és ettől én boldog vagyok. Köszönjük szépen. Én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy most volt ugye álomfürdőszoba, hogy megtörtént-e már, vagy még vártok arra az álom megrendelésre, amire azt tudjátok majd mondani, hogy igen, így utólag ez volt az álom tervezés. Lehet, hogy már megvolt, lehet, hogy még vágyakoztok rá, hogyha erről tudnátok pár szót mondani. Lehet, hogy ez lelombozó, de nekem minden megrendelés álom megrendelés. Vagy nekem nincsenek akkora álmaim, de én tényleg nem azt nézem. Tényleg nem azt nézem, hogy most egy nem tudom én 600 négyzetméteres luxusvilla, vagy egy kis lakás. Én szerintem ez teljesen mindegy. Ebben nem is gondol az ember, amikor tervez, hanem csak az van, hogy én egy élményt akarok adni a megrendelőnek, és cserébe azt várom el, hogy a munka végén ő mosolyogjon és elégedett legyen. Hát már ha szabad ilyet elvárnom. De szerintem ez a lényeg ennek az egésznek. Tehát, hogy nem álmokban kell gondolkodni, hogy jaj, majd lesz valamilyen munka, ami hú, de szuper lesz, mert valójában minden munka nagyon szuper, én azt gondolom. Csak meg kell találni azt az összhangot a megrendelővel, ami tényleg oda visz, amit az előbb említettem, hogy a végén egy olyan negyedi dolog kerekedjen ki belőle, ami neki szól. És ha ez sikerül, akkor ő mosolyogni fog, és akkor én is boldog leszek a végén, és ez a tök jó az egészben, én szerintem. A pályázat ebből a szempontból, most konkrétan ez a pályázat, amiről beszélünk, számomra azért álom munka, mert hogy én úgy gondolom, hogy mi is formáljuk a megrendelő igényt. Mi is hathatunk, hisz ezt teszünk a munkánkba is. Tehát ez az a plusz, amit nyújtani szeretnénk a megrendelőnek. Tehát nem csak egy oldalú, hanem ez egy interaktív. Tehát, hogyha itt a pályázat során meg tudtunk alkotni azt az álomfürdőszobát, ami számunkra álomfürdőszoba, akkor úgy gondoljuk, hogy tehát képileg és érzelmileg ezt megalkotva, akár a valóságban is, akár ez a fürdőszoba, akár az a kádés, amit még megálmodtunk, mert utána néztünk, de nem, nagyon nem láttuk átlátszó kádat, ki tudja, hogy... megvalósulhat-e? Bízunk benne. Mi is a kérdés? Hogy volt olyan munka, hogy... Igen, álom munka. Álom. Nekem is majdnem minden munkám álom munka, vagy legalábbis úgy élem meg, hogy végeredmény jó legyen. Nemrég megkeresett egy bútorgyártó cég, ahol bútorokat tervezhettem, és le is gyártották. Ez is egy álom munka volt, vagy pár hónapja egy hajógyártó cég, ahol hajóbelsőket tervezek. Hát ez álom munka.
Igen. Az az igazság, hogy nálunk Erdélyben, aki esetleg volt ott, vagy élt ott, az tudja, hogy az emberek sokkal nehezebben jönnek oda, és keresnek fel egy tervezőt, hogy na igen, én szeretném megterveztetni az álom fürdőszobámat, konyhámat, bármit. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel, hogy mivel hála Istennek 2 éve dolgozok, és nagyon-nagyon sok megkeresésem van, úgy vagyok, minden egyes munkámat egy álommunkának tekintem, mivel hogy nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy az emberek bizalmukba avatnak, eljönnek hozzánk, és végigcsinálják ezt a tervezési folyamatot, mert úgy gondolom, hogy az álommunka az tulajdonképpen attól lesz álommunka, hogy nem csak magunknak adunk valami jót vele, hanem az embereknek is, akiknek tervezünk. Köszönjük szépen, és most egy utolsó kérdéssel egy picit visszakanyarodnánk a pályázathoz, hiszen annak kapcsán ülünk itt. És ismerve a terveket, ugye, amiket beadtatok, és ugye mi alaposan áttanulmányoztuk, azt szeretnénk megkérdezni, hogy szerintetek lehet-e esély arra a jövőben, hogy ezek a tervek megvalósulnak, és hogyha megvalósulnak, akkor szerintetek hol, vagy milyen helyszínen? Ugye nagyon különbözőek a tervek, tehát nyilván a válaszok is erre különbözőek lehetnek. Én úgy gondolom, hogy maga, amit mi terveztünk, abban ugye azért voltak olyan dolgok, ami ez az átlátszókád is létezik ugyanilyen, de mondjuk ebbe a formában. Létezik ilyen fürdőkád esetleg, de nem ebbe a formában feltétlenül. Akkor még egy csere. Bocsánat. Hát, ez a fürdőkád, illetve a hozzátartozó csaptelep, ehhez vízszűrőrendszer, stb. Ezek létezhetnek is, le lehet gyártani, működhet is, a tükör is. Tehát olyan dolgokat próbáltunk csinálni, ami a valóságban is megjelenhet. Ez a aszimmetrikus, különböző geometriai formájú két mosdó, ami ugye kő a belseje, faborítás van, ezek létező modellek. Nyilván nem mivel itt álomfürdőszobát kellett ugye megvalósítani, megálmodni, megtervezni, itt mi tényleg elengedtük a fantáziát, és nem próbáltunk meggondolkodni egy hagyományos térben sem, illetve hagyományos anyagokban sem, hanem olyasmit próbáltunk megtervezni, ami kivitelezhető ugyan, de azért ez tényleg inkább egy kicsit ez a magasabb vagy luxus kategória felé viszel. Maga az, hogy ez helyileg hova lehetne betervezni, szerintem egy bármilyen családi házban lehet, hogy egy ilyen belső kert nincsen, bár én szerintem, ha hely van megvalósítani, akkor nyilván hajrá, mert ez egy olyan plusz szerintem, ami nagyon hozzáad a kikapcsolódáshoz, illetve a helynek az értékéhez is. Ez nem, de működik. Bocsánat, csak egy pillanat, az én fejembe azért már ott motoszkál, hogy az a tükör, amit tényleg mi terveztük meg, hogy abszolút megvalósítható, tehát kivitelezhető. Tehát én már így előre gondolkozom, hogy mely az a munka, ahol ezt kivitelezni lehet, és hát akár a kád is ebben a formában, ahogy mi azt megálmodtuk. Egyébként a képen van egy olyan tapéta, amit ugye vízálló változatban is lehet megvásárolni, és ez hát az egyik munkánkban most éppen betervezésre került. Tehát, ha részben is, de egy-egy eleme az már látszódni fog máshol ennek a fürdőszobának. Jó, most Beát kérdezzük, amikor be a munkát, amikor ugye tudatosult bennünk, hogy ez a te munkád, ugye a pályaterv, már előtte azt hiszük, hogy hát ezt a fürdőszobát körülbelül Dubajban tudnánk elképzelni, hogy egy dubai fürdőszobaként jelent meg ugye a mi képzeletünkben, ugye csak mi gondoljuk így, vagy benned is volt valami ilyesmi, amikor tervezted? Egy tengerparton lehetne elképzelni, és megvalósítható, persze kell rá költeni. Igen. Ennyi.
Én már említettem, hogy az én fürdőszobatervem az ugye valós igényekre épült, tehát egy család keresett fel, hogy szeretnék úgymond az álomfürdőszobájukat megterveztetni. Tulajdonképpen itt ebben a családban gyerek van, ugye most várják a következőt, és az édesanyával egyeztettem többet, és neki kérése volt konkrétan, hogy mit szeretne benne a fürdőbe, szeretne tárolás helyet, szeretne sminkasztalt, ugye minden nő álma a fürdőszobában, szeretne nagy kádat, zuhanyzót, és ezt mind úgy próbáltam kialakítani, hogy ez tényleg nekik tökéletes legyen, és a mindennapi használatra is alkalmas legyen, és én úgy gondolom, hogy nekik ez az álomfürdőszoba, hiszen ebben fognak élni nap, mint nap. Még egy gondolat eszembe jutott itt ezzel kapcsolatban, hogy ez a pályázat, ez még egy valójában egy kicsit olyan, mint az autógyártásban ezek a koncepció autók szerintem. Tehát, hogy itt tényleg meg lehet azt mutatni, hogy hova tud ez az egész elfejlődni. Tehát jöhetnek olyan ötletek bele, ami egy kicsit előre viszi a megszokotthoz képest a tervezést, és ahogy mondtam is, hát egy-egy elem az ugyanúgy, mint egy koncepció autónál, az valószínűleg nem valósul meg egy az egybe, ahogy azt kitalálják a dizájnerek, illetve a mérnökök, de egy-egy elem azután a gyártásba fog kerülni, és szerintem a pályázatoknál is ez sanszos, hogy ez így működik. Tehát van egy ilyen analógia ebbe szerintem. Köszönjük szépen. Zárszóként én kívánok nektek sok sikert ezen a pályán, és remélem találkozunk még pályázatok kapcsán is veletek. Köszönjük szépen.